Én nem vagyok profi szakács, tehát én még kétszer ugyanúgy nem főztem meg semmit. Szerintem ez különbözteti meg a profi szakácsokat az amatőröktől. Én a főzéssel vezetek le, tehát az, ami így a feszkót leviszi, tehát nagyon sokat főzik. Abszolút a győzelem a tét, és az a cél. Más eredmény nem elfogadható, csak az első hely. Úgyhogy abszolút így álltunk neki a munkának. Szerintem mindjárt lelkes amatőrök vagyunk, ami a főzés illeti, de nagyon lelkesek. Tehát csapatként működünk, nagy az összhang, segítettünk egymásnak, úgyhogy igazából hip-hop összeraktuk. Bízom benne, hogy finom is lesz. Aki nyerte ezt a főzőversenyt, a Toszka csapata. Ádám nagyon nagy tapasztalt szakács. De én remekül tudok mosolyogni mellette és segíteni a hideget. Én reméltem, hogy sikerül ezt megnyerni, de... Abban reménykedtük, hogy ízleni fog mindenki. De főleg az, hogy, főleg az, hogy ez az ízvilág, ez be fog jönni az emberekért. Világirodalom és a magyar irodalom, drámai irodalom legcsodálatosabb prózai és zenés szerepeit játszottam végig. Az én lányom ezen a színpadon tanult megjárni. Itt tette meg az első lépéseit, és ez is egy csodálatos emlék. Ez a kéznyom, ez tulajdonképpen egy kicsit a fizikális nyom, az van, amit én esetleg itt hagytam emlékekben. Nyomot, és ettől nekem nagyon megható ez az egész történet. Úgyhogy lehet, hogy még párszor lejövök, és megnézem, hogy megvan-e még, vagy nem festették-e. Jött valami régebbi színész, és rögtön rátenyerelt az enyémre. A nap az egy újabb tanúbizonyság volt arra, hogy mennyire fiatalos, lendületes, nyitott, befogadó úton halad a Miskolci Nemzeti Színház. Ez nekem nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus. Hát még többet fogok járni, mert nagy kíváncsisággal várom, hogy ebből a fajta látásmódból mi jelenik meg majd meg a színpadon.